Második világháborús harckocsi, Albert Einstein szobor, szarvasbogár. Néhány eszköz azok közül, amelyeket a 3D-s nyomtató segítségével készítettek a kisvárdai diákok. Az intézmény az informatika, kémia és biológia szakos tanárok kérésére az elmúlt év végén 5 millió forintért vásárolta meg a 4 nyomtatóból és egy szkennerből álló rendszert. Egyrészt szemléltető eszközöket gyártunk vele biológia, kémia, földrajz oktatáshoz, vagy akár matematika, fizika oktatáshoz is. Másrészt digitális tervezést is lehet tanítani, tehát a matematika, informatikai oktatásban is szerepet vállalhat, és maga az eszköz fejlesztésben is részt tudunk majd venni, hogyha sikerül az együttműködési megállapodást megkötnünk a Fridi 3D Akadémiával. Az iskolában működik egy robot szakkör, amelynek tagjai az elmúlt évben részt vettek a Kínában megrendezett Robot Cup világbajnokságon. Az idei évben már a szakkör munkáját is segíti a 3D-s rendszer. Eddig a Lego alkatrészek közül volt már, amit saját magunk készítettünk el, mivel a készlet nem tartalmaz minden olyan anyagot, amire szükségünk lenne. Ezen kívül egyedi robot tervet is készítünk, ami nyomtatott alkatrészekből fog majd megépülni. Az igazgató elmondta, a jövőben is szeretnének lépést tartani a technika fejlődésével. A következő lépés a partnerünkkel, az előbb említett 3D Akadémiával egy saját eszközfejlesztés. Ez egy teljes testet szkennelő eszköz, aminek a projektje elindult. Most egy Európai Uniós pályázatnak az eredmény hirdetésére várunk, és hogyha ez nyer pályázaton, aminek úgy gondoljuk, hogy jó esélye van, akkor a fejlesztésben is részt vesz maga, tehát az eszköz fejlesztésében is részt vesz az intézmény. Innen már maga egy lépés, egy újabb lépés, amit egyelőre még nem látunk, hogy mifelé, de talán a gyártásnak az előkészülete, mert ez a 3D-s dolog azért egy csoda, mert akár ezek az eszközök képesek majd azt az eszközt gyártani, tehát újra létrehozni a prototípusait. A rendszert az intézmény nyílt napon mutatta be a környező települések iskoláinak, és már képzéseket is tartottak az érdeklődő pedagógusok, illetve diákok számára.